Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Mit jelent számunkra az irgalom? Milyen érdekes, hogy két héttel ezelőtt valami hasonló kérdést tettünk fel. Mert Jézus ugyanezt emelte ki, irgalmat akarok és nem áldozatot. Mielőtt meghallgatnánk a mai evangéliumot, kérjük a Szent Lelket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Hagyj halljuk meg azt az igét, amely megtestesül már a szívünkben, az életünkben. Hagyj valósuljon meg igéje, Jézus igéje a mi életünkben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Abban az időben Jézus szombaton vetése között ment át. Mivel tanítványai megéheztek, elkezdték a kalászokat térdesni és enni. A farizeusok meglátták ezt, és azt mondták neki, íme, tanítványaid azt teszik, amit szombaton nem szabad tenni. Ő azt felelte nekik, nem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie, sem a vele levőknek, csak egyedül a papoknak? Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, és mégis vétlenek? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha megértettétek volna, mit jelent az, irgalmat akarok, nem áldozatot. Nem ítéltétek volna el a vétleneket, mert az ember fia ura a szombatnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézus korában az volt a törvény, hogyha valaki földeken megy keresztül, és akár gabonát, akár gyümölcsöt lát és eszik, azzal nem vét. Azzal igen, hogyha onnan már elvinne magával. És a farizeusoknak nem is ez a problémája, hogy esznek ott a földeken, hanem hogy szombaton esznek. És a szombaton semmiféle munkát nem lehetett végezni, többek között a kalász szedés az egy munka. És érdekes, hogy nem azon csodálkoztak el, hogy Jézus milyen ismert személy, és mégis ezek szerint Jézus és tanítványai igen szegények, mert szükségük van arra, hogy a földeken lévő kalászokat térdessék, ennyire éhesek, ennyire kvázi nincs mit enniük. És nem ezen döbbennek meg, hogy nincs, aki gondoskodjon Jézusról, vagy pontosabban így gondoskodik Jézus a tanítványairól, még azon sem csodálkoznak, hogy Jézus tanítványai nem gondoskodnak külön az ő mesterükről, mert az volt a szokás, hogy a tanítvány a mestert bizonyos mértékig ellátja minden földi jóval a tanítás fejében. Hanem azon akadnak fent, hogy szombaton a törvény, az előírás. És Jézus szóba áll a farizeusokkal, és megvilágítja azon az úton, ahol ők járnak, ahol ismerték az írásokat, lám, lám. Nem feltétlenül pontosan a paragrafus betartása kell, hogy a mi életünkben fontos legyen, hiszen a Szentírás más részeiben is volt olyan, aki nem tartotta be az előírást, mert nem az előírás a fontos, hanem az irgalom. És olyan fontos számunkra, hogy az irgalom Isten ajándéka. A héberben az irgalom szó az a rehem, az az anya méhet jelenti. Vagyis olyan mélyen hordozzuk másoknak a gondját, együtt érzünk vele, hogy Jézus erre hív bennünket. Nagyon sok az ítélkezés. Nagyon sok ember fölött tudunk ítélkezni. És Jézus arra hív, hogy irgalmat gyakoroljunk. A korábban születettek felett, a börtönbe kerültek felett,
a fogyatékkal élők fölött, hajléktalanok fölött, a betegek fölött, és lehetne sorolni. Nekem az alapítomnak a életmottója az, hogy Jézusom, irgalom. Mi szociális testvérek fogadalomkor választunk egy mondatot. És ez a mondat valahol meghatározza az egész életünket. Kicsit, mint egy név, azt is jelenti számunkra. Ez a szó vezet, erre támaszkodunk, bennünk él. És ezt akarjuk még inkább másoknak is felmutatni. Slakta Margit ilyen volt, aki azt mondta, abban a két világháborús időszakban, és utána is, hogy Jézusom, irgalom. És amikor láttunk bizonyos helyzeteket, embereket, eseményeket, amiket a tévén, a rádión és mindenféle információs csatornán keresztül látunk, hallunk, nem az ítélkezésre hív bennünket Jézus, hanem az irgalomra. És hogy mindezekre ki tudnánk mondani, Jézusom, irgalom. Azokra az emberekre, akik nekünk gondot okoznak, akik fájnak. És természetesen, amikor Jézus erről a szombatról is beszél, ez nem azt jelenti, hogy ó, hát akkor nem kell járni vasárnap szentmisére, mert felette vagyunk e fölött. Pont fordítva, az irgalmat, a nagy lelkűséget, azon keresztül tanuljuk meg, hogyha együtt meghalljuk Isten igéjét, ha meghalljuk a magyarázatot, ha vehetjük Isten irgalmas szeretetét, az eukarisztiát, akkor leszünk igazán irgalmasok. De nekem mindenképpen nagyon fontos a napi szentmise, ebből élek. És most arra hívom a kedves tévénézőket, imádkozzunk azokért az emberekért, helyzetekért, amik nekünk nehezek. Itt és most. Kérjük Isten irgalmát, jóságát mindezekre az emberekre, helyzetekre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük Jézus, hogy a te szavad irgalmas, hogy te nem ítélkeztél, és nem szembesítettél olyan formában, hogy halálra adtál volna bennünket, hanem megbocsájtottál. És te magad vagy az irgalom. Te magad vagy, aki felvállaltad a mi bűneinket, és te haltál meg, értünk a kereszten. Kérünk, segíts, hogy irgalmassá váljunk. Kérünk, segíts, hogy hordozzuk imában, együttérzésben a világ sebeit. Kérlek, segíts, hogy ki tudjuk mondani minden helyzetben, Jézusom, irgalom. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.